Vidám szép életet kívánok, hát mit hozott a Mikulás bácsi? Hát nem is tudom már hány éve lehetett, 2011-ben volt az a ominózus elektromos cigizős periódusom, amikor úgy rámentem az elektromos cigire, csak ugye hol is van az elektromos cigit? Hát nézzük meg, ezt vettem, ezt a cuccost. 12 hónapig volt, azt hiszem. Eddig itt volt hónapokon keresztül, most meg nem találom, lehet, hogy a kutyák elvitték sétálni. Fú, bazd meg, te faszvargánya! Az Isten megbassza most már a vidám, szép életed, fúj, de utálom, mikor mondod. Én nem értelek, fika. Pontosabban, fika geci. Itt vagy már lassan 50 éves, vagy a fasz tudja mennyi. S ilyen hülye videókat raksz fel ahelyett, hogy elmennél egy gyárba szart lapátolni. Mit tudsz így felmutatni? Hát egy szaros lapátot biztos, hogy nem. Szia, fira! Remélem tudsz segíteni a bajomon. Az a bajom, hogy kurvára rühellem a videóidat, meg hát téged is. Ez mitől lehet, fira, segíts! Még mindig ezzel a faszja kapsz TV-vel nyomod a hülyeségeidet. Azt hittem, már nem vagy annyira buzi. Hát annyira már nem. Képzeld el, Fircsi, tegnap elővettem a gitáromat, megvakartam a seggem. Gondoltam, kiszedem a seggemből a kis kaki darabot, mert kurvára csikiz. Tudod milyen az? Hiszen dagadt vagy. Na és amikor kiszedtem, akkor elszaladt. Ez mi lehet, Fircsi? Te voltál az? Véletlen feliratkoztam rád, mert azt hittem, hogy jó videós vagy, bazd meg. A jó nem véletlen. Ne vakarozzál videóba, köcsög gyerek, mert megbaszlak a kuka hátán, nem azért nézlek, hogy vakarozzál, te ravatal gyászlepel. Ravatal gyászlepel. Mekkora egy nyomorult csicska gyerek vagy, te fira geci. Letiltasz, bazd meg, milyen jogon? Nem bírod a kritikát a kurva anyád, akkor takarodjál. Szia, fira, látom, szeretsz felolvasni, hát ezt kapd ki. Hájas kecske, szőrös teste, firád bassza minden este. És amikor véget érne, kopasz fejjel ránk egyet, geci kell a szájába, hát töprenghet, hogy buzi lelke miért nem nyugszik, remélem, ha sokat csúnyik. A versikém olvasod, az anyádat jól megbaszod, igaz-e? Kibanolsz, te köcsök, hogy írjak többet, he? Amúgy ez tényleg jó vers volt, most azt leszámítva, hogy engem oltottunk, ugye? Faszvilág testű geci puttony. Ez én vagyok a geci puttony. Annyit szakadok rajtad, miért vagy ilyen röhelyes? Paprikát dugnék a seggedbe, úgy ugassál, meg örömködjél már, ne te döntsd már el, hogy mikor legyek vidám, baszki! Szomorodjál meg, ravatal gyászlepel. Te okos geci! Fogadjunk, hogy nem tudsz három olyan magyar szót mondani, ami CK-ra végződik. Most okoskodjál, te értelemszikla! Nem tudok beszélni. Vidám szép életet kívánok mindenkinek! Ebbe a rohadt melegbe, jól látjátok, én vagyok a törpapa, mert vloggal kell kezdeni az ilyen nagyszerű alkalmakat, növeztem a szakállamat, elérik-e ma a 200 lájkot, vagy nem, na mindegy. Direkt nem Hitlert mondtam, mert őt becsülöm, téged meg szarba se veszlek. A véres gecis fasznak kell ilyen hangosra baszatni ezt a buzi paraszt tesztedet, bazd meg. Fizeted a fülorvosom, basszalak meg. Anna Rozi néni, aki anyámnak szokott jósolni. Eftit a feleségem, nem lányom, nem dugom. De azért dugom.